Buda Ferenc, rend. Hazánk zúzott szívén a vér hűlő patakban omlik, alvad. Rőcsillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Törik a csend, szilánkja pattan, füstölve száll a pillanatban. Húsunk emésztő gyilkos hordák minden erőnket megrabolták. Kezünkben fegyver, s jó remény csak halottaink hűlt szemén. Minket meggyaláztak, megöltek. Hernyótalpak halomra törtek. Töltött ágyúcsövekkel vártak. Tízszeres vasgyűrűbe zártak. Bombáztak, lőttek, aprítottak. Fegyvert letenni szólítottak. Hazug szavakkal, fenyegetve, hivatkozván békére, rendre. De nekünk nem kell semmi rend, ha tűz s terror teremti meg. Minékünk nem kell jó barátság, ha ágyúszóval magyarázzák. Minket nem győz meg érv, sem eszme, bombázva és szuronyt szegezve. A véres, megfeszített béke lenéz a fegyverek csövére. Hazánk zúzott szívén a vér görcsös, sajgó csomókba alvad. Rőcsillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. 5 óra 20 perckor hangzott el ez a közlemény Nagy Imre szájából, felolvasásából. Tisztelt polgármester úr, tiszteletes asszony, plébános úr, tiszteletes urak, kedves kiskunasi polgárok, emlékezők, barátaink. 1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni szándékozó Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt. A következő napokban a világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, hogy a szovjetek páncélosaikkal megszállják Magyarország városait, lefegyverezik hadseregét és hatalomra juttatják Kádár János munkásparaszt forradalmi kormányát. A vörös hadsereg támadását természetesen a forradalom hívei nem nézték tétlenül. Budapesten és az ország számos pontján elkeseredett fegyveres harc kezdődött a szocialista hatalom, nagyhatalom bevonuló erőivel szemben. Az október 23-án kirobbant és 28-án győzedelmeskedő forradalom sorsa már az intervenció megindítása előtt 4 nappal, október 31-én eldőlt. Hruscsov és a szovjet pártvezetés a magyarok elleni fegyveres fellépés mellett döntött. Hruscsovnak egy dolog volt fontos, nyerje meg a szomszédos kommunista ország vezetőit a támadáshoz, különösen Titóét. A lengyel Gomulka is könnyen adta a lelkét, hogy az ellenünk mindig szövetkező románok is megadták magukat Hruscsov akaratával szemben. De ne felejtjék, kedves emlékezők, hogy Eisenhower elnök korábban jelezte követeink keresztül, hogy nem támogatja a magyarok szabad Magyarországát. Ez volt a kulcsmomentum november 4-éhez, hisz innét fakad a régi igazságunk is, hogy a hazáruló magyar kommunistákat 45 után mindig is támogatták, és valamiért nagyon sokat tartották Washington akkori és mostani vezetői. Kedves emlékezők, Nagy Imre tudta, és megdöbbent azon, hogy a forradalom kitörése óta nemhogy kivonultak volna a szovjet csapatok, hanem özönlöttek be Magyarországra. És főképp a szovjetunió távol-keleti, nem európai részeiről származó katonákkal feltöltve hadseregét. Így egyre világosabb vált számára, hogy a Szovjetunió erőszakos beavatkozásra készül Magyarország ellen. Konyev marsal, a november 1-én megindult invázió főparancsnoka,
Szolnokon már be is rendezte főhadi szállását, az előző nap során pedig a Vörös Hadsereg egységei gyakorlatilag az összes jelentős várost körülzárták, és a legtöbb stratégiai pontot ellenőrzések alá vonták. A megbeszélések november 3-án napközben a parlamentben zajlottak, a szövetek pedig aznap estére tökörre invitálták a magyar vezérkar tagjait és Maréter Pál honvédelmi minisztert, hogy folytassák ott a tárgyalásokat. Bár a katonai vezetők tisztában voltak a meghívás veszélyével, felelősség tudatában végül vállalták a kockázatos utat, mely megegyezés helyett a KGB közbeavatkozásával és a magyar vezérkar letartóztatásával végződött. A laktanyák, repülőterek mind a Vörös Hadsereg egységének gyűrűjébe záródtak ekkorra. Ezzel a kormány is tisztában volt. Nem véletlen, hogy arra utasította a szabadon maradt tiszteket, hogy egységeikkel ne tanúsítsanak ellenállást. A parancsot a legtöbb egység betartotta, de arra is akadtak példák, hogy a regulális erők a felkelők oldalán szálltak harcba a szövetek ellen. November 1-én hajnal 4 óra körül aztán megkezdődött a forradalom leverése. Miközben az ételben elhangzott a szolnoki ellenkormányt alakító Kádár János beszéde, majd a már említett és felolvasott Nagy Imre szózata, ami híressé vált, és számunkra azóta is egy döbbenetes élmény, hogy ezzel is, hogy Nagy Imre nyugalmított az ország népét, védte a vérontástól, mert látta, hogy vége mindennek. Reggel 8 órára, nem kellett 4 óra hossza sem, a szövetek már a Kossuth tér és a legfőbb közhivatalok őrségeit lefegyverezték. Ezzel a forradalmi kormány uralma véget ért. Ekkor indult meg az igazi szabadságharc, de már miniszterelnök, honvédelmi miniszter, vezérkar és hadsereg nélkül. Mert Magyarország népe nem tudott belenyugodni a megszállásba. Férfiaink, asszonyaink bátran szembeszálltak a több ezerszeres túlerővel. Tudni kell, hogy Hitler jóval kevesebb harckocsival rohanta le 1939-ben Lengyelországot, mint bennünket a szövetek 1956-ban. Budapesten belül a Szénatéren, a Baross tér környékén, a Korvin köznél, de Soroksáron és Pesterzsébeten is elkeseredett harc kezdődött, és ezzel egy időben a vidéki városközi részében, Pécsen, Miskolcon, Keszthelyen és Sztálinvárosban, ahol a polgárok szintén fegyvert ragadtak. November 11-én aztán a küzdelem véget ért, ugyanis ezen napon Nagy Imrét és a kormány többi tagját a felmentési jogkörrel nem rendelkező hazáruló kommunisták felmentették pozíciójából. A forradalmi munkásparaszt kormány kezdett az országot, és megkezdődött a kommunista-szocialista diktatúra újbóli kiépítése, a magyar nép és ország elleni terror új fejezete.